Egyenlő jó van nagyobb tekercs található. Ha bekapcsolom, akkor nyilván a tekercsbe váltóáram fog folyni. Van egy vasmag. Mi történik ezzel a tekercsel, hogyha ide a közelébe helyezem, és be is kapcsolom? Világítani fog. Tényleg. Ugye ez az indukció, illetve Lenz törvénye. A Lenz törvényét kiegészítve tudjuk kilőni, vagy Lenz törvényével kiegészítve fogjuk tudni kilőni a karikákat. De az indukció önmagában azt mondja, hogy itt van egy tekercsünk, benne áram folyik, akkor a közelében helyezett másik vezetőbe is áram fog indukálódni. Amit még Lenz törvénye hozzárak, hogy ha valamiben áram folyik, annak mágneses tulajdonságai is lesznek. Na most, azt is mondja, hogy az ebben folyó áram és az ebben folyó áram által létrehozott mágneses tél az pont taszítja egymást, ezért tudjuk kilőni a gyűrűt. Na de. Azt nem mondja így első körben, hogy melyik gyűrűt fogjuk tudni legmagasabbra kilőni. A kicsit, a közepeset vagy a nagyobb? Ki gondolja, hogy a nagyobb? Egy, kettő. Jó van, három, haladunk, lehet, hogy lesz ebből szavazás. Ki gondolja, hogy a kicsi? Kettő, három, jó, eddig egál. Ma mindenki más úgy gondolja, hogy a közepeset lehet kilőni, ugye? Ki gondolja, hogy a közepeset fogjuk tudni legmagasabbra? Körülbelül nagyon-nagyon eloszlik a... Meg a többiek tombolán nevelkedtek ők, még a szavazattal is óvatosan bánnak. De szerencsénk van, mert levezethetnénk nagyon szép képletekkel is, de nem, most ki is tudjuk próbálni. Az önmagasabb repült, hogy ezt még elkapni sem tudtam, de nézzük meg, még egyszer át, csak véletlen volt. Nem, ez másodszorra sem volt. Nézzük a nagyot. Alakul. Nézzük meg benne. Na, melyik repült a legmagasabbra? Középső. Miért? Mi a baj a kicsivel és a nagyja? Na, egyszerre kicsi, nyilván a nagy meg nagy. Tehát a középső pont középső, nem? Mi a baj a kicsivel? Mi hiányzik belőle? A vastagsága az anyag, tehát nem tud elég áram folyni benne, nem tud elég berendezés által létrehozott maximális taszítást létrejönni. Mi a baj a nagyja? Hát ennek hol lesz? Van anyag. Túl nagy is, ugye? Igen, bizony ennek a nagy része felesleges, tehát a felesleges tömeget pedig borzasztó nehéz viszonylag jól gyorsítani, úgyhogy ő azért nem repül magasra, az arany középút tökéletesen megfelelő arra, hogy a berendezés kellőképpen magasra kilője. Mi a helyzet ezzel a másik gyűrűvel, ami majdnem a középsővel megegyező vastagságú, de van rajta egy vágás? Az mit fog csinálni? Semmit, nagyszerű, hiszen ugye megbeszéltük, hogy áramnak kell folynia benne, ha pedig el van vágva, akkor nyilván nem tud benne áram folyni. Viszont azt meg tudom csinálni nem ezzel a gyűrűvel, hanem az amúgy is jól repülő gyűrűvel, még egy kicsikét magasabbra röptetem. Hogy? Jó, de ez jön itt ki, tehát hogy nem tudom milyen ötleted van, amivel itt helyben több áramot lehetne, hát egyébként működőképes gondolat lenne, csak nem tudom megcsinálni. Hallottatok a szupravezető nevezetű dolgokról? Nagyszerű, azokkal mit kell csinálni és mi történik velük? Le kell őket hűteni, ennek következtében az ellenállásuk csökkenni fog, hát nekem nincs más dolgom, mint hogy lehűtsem ezt a gyűrűt. Biztos, hogy elmegyötök. Most halljuk egy kicsit előre, nehogy beleborítsam a cipődbe, mert a hűtéshez bármilyen jó helyen folyékony nitrogént fogunk használni, hiszen mínusz 200 fokos anyaggal szépen viszonylag gyorsan lehet hűteni. Nem kell rá olyan sokat várni, úgyhogy én is folyékony nitrogént fogok hozzá használni. Egy dologra kell vigyázni. Senki ne vegye kezébe a folyékony nitrogénbe mártott alumínium gyűrűt, mert már hideg. Tehát méghozzá annyira hideg, hogy akár égési sérüléseket is tud okozni, úgyhogy én is óvatosan fölveszek egy kesztyűt. Bárki felé repül, nem kell tőle férni, mert harapni nem harap, csak a kézben véve fog hozzá, vagy az ember keze, mint a városi legendám, amikor a fém korláthoz tényleg hozzányomja a nyelvét és oda fog fagyni. Na ez fog ezzel is történni. Ugyanis mínusz 200 fokosra nem fog leülni az alumínium gyűrű, de azért kellőképpen hűs lesz ahhoz, hogy hozzá
lefagyjon a kezünk. Nézzük meg. De csúszik. Szóval, magasabbra repül? Nem, határozottan nem. De jóval magasabbra repül, látszik, hogy a színe is megváltozott, meg a hangja is. Na most, a színe miért változott meg? Megfagyott. Persze, ami megfagy, aznak megváltozott a színe. Hát végül is, hogyha kint van a levegőn, akkor valószínűleg meg fog változni a színe. A nagyon hideg felületekre ugye a levegő páratartalma kicsapódik. A hangja miért változott meg? Keményen, de például, mutatom a lufival, mert ezt egyszerűbb lefagyasztani. Ugyanezt történt a gyűrűvel is. Kicsikét nitrogénbe mártottuk, emlékszünk a Terminátorra is, körülbelül ugyanezt történt vele valamelyik részben, amikor a folyékony nitrogénbe mártottuk. Hát elvesztette a rugalmasságát, meglehetősen rideg lett, a Terminátor is, meg a gyűrű is, meg a lufi is. Néhány percre elvesztette a rugalmasságát, de hát semmi gond, utána kiold. Már nem lesz valóra, de az szóval, magasabbra repül, általában a fény lehűtött gyűrűvel, az ellenállása csökken, ugye? És ez minden anyagra igaz, hogy az ellenállás a hűtés hatására csökken? Nagyon jó. Hogy lehetne megmutatni, hogy van olyan anyag, amit ha leütünk, az ellenállása nő? Mi lehet az? Milyen anyagok működnek így? LED? Hallottam egy ilyen szót, hogy LED? Igen. Mi a? LED. Egy dióda. Mi a dióda? Egy félvezető. A félvezetőnek pont az ellenkezőjét csinálják. Hűtés hatására az ellenállásuk nő. Ez számunkra azt fogja jelenteni, hogy ebben szennyező anyagok vannak, annak megfelelően bocsájt ki különböző szín, nem megyünk bele a szennyező anyagokba. Viszont! Megvan előttetek ez a színkép, ami az ultraibolyától az infravörösig tart? Ilyen spektrumok, különböző hullámhosszú fény. Na most! Tehát, mondjátok meg azt a három szint, amit itt most láttok. És? Sárga. És piros. Nagy szint. Na most egy kicsikét. Kicsikét lehűtöm. Ah, itt a pohara. A kék, sárga és piros ledeket. És hűtés hatására ezeknek a diódáknak az ellenállása meg fog nőni. Ami azt jelenti, hogy ezen a színspektrumon az ultra ibolya felé fognak eltolódni a színtartományok. Persze van benne egy kis csúsztatás, mert azt látjátok, hogy az ibolya az halványabb lett, a sárga a zöld lett, a piros meg piros maradt. Meg kéne fejteni, hogy miért. Jön vissza a fénye, illetve jön vissza a színe is. Miért? Mi volt a baj? A piros annyira piros volt, hogy nem tudtuk még inkább a piros előtt álló színekig eltolni. A sárga-zöld átalakulás az egyértelműen látható. Ez a színváltozást, ezt hogy tudnánk pedig felfogni? Miért volt halványom? Mi van a kék előtt? Az ibolya, méghozzá az ultraibolya, amit mi nem látunk, de ha fogunk egy bankjegyet, akkor megnézhetjük ennek a színváltozását is a bankjegy segítségével. De a színváltozás ugye pont az ellenkező okokból, mármint hogy a félvezetők ellenállása megnő hűtés hatására, nem pedig úgy, ahogy az alumínium gyűrűjé csökken, működteti ezeket a ledeket, illetve ezeket a különböző színét. Na most, eredetileg miért is vettük elő ezt a berendezést? Hangszóró, tehát az indukciót akartam vele bemutatni, ugyanis a hangszóróban is van egy tekercs, ugye ezt már megfejtettük most a tekercsről, pedig kellőképpen sokat beszéltünk. A tekercsünk végén most egy fülhallgató dugó van, mert azt is mondtam, hogy én nem szeretnék énekelni. Ez mindenkinek jó, higgyétek el. Szóval, ami viszont zenét tud kibocsájtani, a szép formás kis autórádió, ami itt van, ennek van ilyen borzasztó nagy fülhallgató kimenet, a kezdőre pedig már nincsen szüksége. Szóval, fülhallgató kimenet, tekercs, bedugjuk. Ha el is indítom, akkor ebbe a zene milyen formában van benne? Áram formájában, aminek milyen van? Mágneses tulajdonsága kétféle lehet, vagy vonzó, vagy taszítja ugye a másik mágnes. És ha
ügyeskedünk egy kicsit, itt már egyébként az asztalon lehetne hallani. Igen. De ugye azt mondta valaki, hogy vagy viszik ezt az asztalt, mint fülhallgató, ami nem lenne szerencsés, mert borzasztóan nem esik kézre, vagy fogunk egy fémlapot, vagy egy bármi mást, amit úgy hívnak a fizika könyvek, hogy membrán. És ez a néhány darab egyszerű dolog, mint a nagy teleskannája, a néhány méter részvezeték. Egy jó erős mágnes, mert azért ez egy neodímium mágnes volt, tehát nem akasztjuk le az ajtókitámasztóból, picikét erősebb féle fajta mágnes. Tökéletesen szemlélteti azt, hogy a 8-ban tanítottak, hogy milyen tulajdonságokkal bír az elektromos áram, illetve ez a néhány áram, hogy ilyen mire képes tökéletes hintás biztosít. Ezt nem mondom, hogy 5.1-es lesz, de azért szépen szól. Ha lenne még egy kimenet, akkor még egy teáskanál ugyanilyen szépen szólna. És azt hiszem, hogy kibeséztük az elektromos áram és az indukció kellemes-kellemetlen hatását. Amit viszont nem beszéltünk még tovább ki, hogy a nitrogénnel még viszonylag jó kísérleteim vannak. De még mielőtt nitrogénre rátérnénk, a hővezetésről egy-két kísérletet mindenképpen szeretnék nektek bemutatni. Ugye van egy levegővel töltött lufim, mondjuk elrakom ezt a mágnest, mert ha valami összevonz, akkor az nekem nagyon fog fájni. Szóval, van egy levegővel töltött lufim, és ahhoz égő gyufát közelítek, azzal mi fog történni? Lehet mondani, nem harapok. Mi lesz ezzel? Ki fog gyúrani, ugye? Ez körülbelül 100-ból 100-szor megtörténik, de azért megnézzük. Főleg azért, mert eláztattam a gyufás dobozomat, ezért mérsékelt sikerre számítok. De az biztos, hogy már megnyújtottam, hővezetés, gondolkozunk a hővezetés jelenségében. Hogy lehetne a lufit megúrni, hogy ne duranjon ki? Egy kis vizet teszünk bele. Nagy. Biztos? 100%? Nagyon jó. Ezért nyugodtan megcsinálhatjuk ezt a kísérletet, ahogy mondtátok. 100%, hogy a lufing nem durran ki. Ezért nyugodtan végigmenetünk az első sorban, előtt, alatt, közben, fölött. Megtanultuk, hogy ez semmilyen veszélyt nem fog sem jelenteni. Egy nagy szerep. Megmaradt a víz, ugye? Ugye az történik, hogy az egyik oldalon a hideg víz hűti a lufi gumiból, tehát elvezeti onnan anyát, és a lufi nem durran ki. Működik ez nagyobban, és ez mindig igaz. Tehát magyarán a víz nekem kellemes funkciója, hogy a felületeket lehűti és megúrja, az mindig igaz? Jó sok esetben igaz. Én sem mernék rá megesküdni, hogy biztos minden körülmények közt igaz, viszont abban biztos, hogy segít, hogy valakit felgyújtsa. Már megtehetem, ugye főleg, ha nem magamat gyújtom fel. Úgyhogy valaki vállalkozik arra, hogy felgyújtsam, csak a kezét, nem más, akkor most bátran jelentkezzen. Na sárnak, fel kéne gyűrni a pulóveredet rendesen, az egész alkalmazik, hogy meg tud most. Ugyanis ugye arról volt szó, hogy a víz fog téged megvédeni attól, hogy ne égjél le. Nagyszerű. Az egyik kezedet, amelyiket szeretnéd, hogy felgyújtsam azt a kérdést, jó alaposan meg kéne mostod, ujjaid közt mindenhol, én pedig előkészítek egy kis palackot, amire aztán írva mondnál, hogy tiek nem fog. Töltök át, mit szoktak vele tölteni? Gázőrgyújtót. Amit úgy tudok összegyűjteni a kezeden, hogyha kis mosogatószeres vízbe fogom belevezetni, másképp a gáz ugye tulajdonságainál fogva viszonylag hamar el fog illanni. Ezért én most itt a másik táv egy kis mosogatószert rakok. Fogom egy kis speccsövet, és telerakom buborékokkal, tányéromat. Ebben a buborékokban tehát mi van? Gáz. Méghozzá jól éghető, gázöngyújtóból való, hát egy ilyen bután származik. Még egy kicsit azért vissza, de hogy a közönnek
mindenhol ott van a vizet? Nagyon jó, egy adagot azért vegyél a kezedbe. Nyújtsd a kezedet, mondjuk mehetnek a másik oldalodra, mert nyilván rossz helyen vagyok. Felfele tarts a kezed. Nagyszerű, köszönöm szépen, egy nagy tapsot megérdemel. Egymást. Azért, mert azért évek kísérletezése volt, hogy azért ez a gáz elég hamar elégjen a tenyérről, még mielőtt megszálltad a kezünk, és ha véletlen bármi más akad a kezünkbe, lehet, hogy jól fog égni, csak mondjuk elég sokáig, és akkor megszálltad a kezünk, és megég a bőrünk, vagy egyszerűen csak kihagyunk egy kis foltot így a kézmosás közben, az is nagyon fájdalmas tud lenni, bár ebben én most nem tudtam segíteni, mert tök egyedül most elkezdett. De azért nagyon-nagyon sok sarkalatos pontja van a nyílt lángos kísérleteknek, úgyhogy kérlek benneteket, hogy ne csináljátok meg. Soha, mint a következő feladatot sem szabad teljesítenetek. Ugyanis, ha már nyílt láng és találtam egy jól érthető anyagot, van nekem egy másik jól érthető anyagom. Ez pedig... ez. Mi ez? Denaturált szesz, nagy szesz. Ezt fogom megültetni. Nagyon egyszerű oka van, hogy miért nem benzint fogok használni, mert most rakétát fogok készíteni igazániból, és a rakéta hajtóanyag a benzinként működ elég káros mellékhatásokkal bírna, de így szerencsére nem fog semmi problémába ütközni a kísérlet. Denaturált szeszes rakéta kísérlete nagyon egyszerű. Végtelet elkészíteném, össze kéne foglalni, hogy három dolgot írnak a fizika könyvek, amit egy rakétának tudnia kell. Tudja valaki, mi ez a ház? Vagy legalább egyet belőle. Az egyik az, hogy kell, hogy legyen saját hajtóanyag. Az egyik nagyon fontos. Másik, hogy a hajtóanyagnak égéssel kell felszabadulnia, a harmadik pedig a hatás ellenhatás törvénye alapján kell működni. Az mi? Röviden az, hogyha belerúgsz az asztalba, neked is fog fájni. De jelen esetben azt fogja jelenteni, hogy itt kijön a gáz, a rakéta az ellenkező irányba fog elrepülni. Ezt fogjuk most megcsinálni. Amit el lehet rontani, az a hajtóanyag minősége és mennyisége. Más baj nincsen vele. El lehet rontani azt, hogy nem alkoholt használunk hozzá, nem mondjuk benzint, el lehet rontani azt, hogy néhány cseppnél több alkoholt használunk, és már is akkor is elrontottuk a kísérletet. Az a baj, hogy nagyon sűrűen vagyunk. Én a jó oldalán vagyok a kísérletet. Arra a falra fogunk lőni. Az a baj, nem lehet. Felrásztuk. Valaki egy kötet, hogy miért rásztuk fel? Az finom lesz. Na, szóval miért rásztuk fel? Gőz. Mert hát az alkohol kert is lehet. Mondtam rendben, aztán tökéletes. Szóval, azért rásztuk fel, hogy megfelelő mennyiségű alkohol gőz legyen a halatban, és az levegővel keveredjen. Ha nem rázunk föl, akkor az egyszerűen nem megy sehova, hiszen nincs meg a megfelelő alkohol levegő arány. Ha viszont túl sok alkohol használunk, akkor mi fog történni? Na, akkor mi fog történni? Fel fogja lúgni, ezért veszem le. Azért volt a kocsiba is rajta, hogy felfogja az alkohol gőzkölyúfi, de így már nem lesz vele probléma. Szóval, ha ezt így ki akarjuk lőni, ez az alkohol sok. Meg a palack is nehéz, úgyhogy ezt nem fogjuk kilőni. De mi fog történni a benne lévő fölösleges alkohol, ami nem lett alkohol gőzkölyúfi? Biztos, hogy elég? Nézzük meg! Besötétitek egyetlen egy nagyon rövid pillanatra, ameddig lesz, hiszen a fények miatt úgyis vissza kell hozni a sötétítést. Szóval, ez elég veszélyes, de hát remélem a tudomány nevében meg kell próbálni.
Ó, de jó kínálat. Nem ezzel a dobozzal van, történt egy kis baleset a doboz, kérdeni, hogy járkázott. Közelebb tudom hozzátok. Nagyszerű! Most már vissza lehet húzni a sötétítőket, mert úgy jobban látnak benneket. Szóval! Itt a palacban abban maradt az égés, de miért? Pontosan, tehát három feltételből csak az alkohol, mint éghető anyag, de a hőmérséklet volt meg, az oxigén elfogyott. Na de ha ezt ki akarjuk lőni, így, akkor nyilvánvalóan mi fog történni ott bent azzal az alkohollal? Ugye megnő a nyomás, mert zajlik az égés. Itt bent nagyobb a nyomás, mint kint, ezért minden, ami bent van és kifér, az ki fog jönni. Na most, itt annyira fel fog gyorsulni a folyadék alkohol, hogy el fog porladni a levegőben. Ott miből van sok? Hát oxigénből, de az égés garantáltan ilyen méteres lángok kísérletében fog végbe menni. Ami annyira nem vicces, hogyha ott van valaki, akit ismerünk, vagy fa, virág, kiskutya, barát. Nagyon-nagyon látványos az égés, nagyon-nagyon fájdalmas az égés is érzés. Itt tényleg mindenki a nyílt lángos kísérleteket, az tényleg nagyon-nagyon kérlek benneteket, hogy ne csináljátok meg, mert borzasztó egyszerűnek tűnik. Mégis legalább annyira veszélyes, mint amennyire egyszerűnek tűnik. Zárásképpen még egy-két nitrogénes dolgot, ha már elhoztam, az idő rövidsége miatt azért szeretném nektek bemutatni. Az egyik az az, hogy hogy fogom eltüntetni a nitrogén, de nyilván ez lesz az utolsó. A másik az, hogy megtapasztaltuk az előbb azt, hogy azt a lufit elég csúnyán össze tudta törni. Ugye? Mi lenne, ha lenyelnék? Fáj! Mennyi ideig fáj? Töltünk még egy kis nitrogént, de már nagyon gyakorlatod. Miért nem olyan hideg az az üvegfala, amit fogsz, mint amennyire hideg a folyadék, amit beletöltek? Még kettős fal, és mi van a két fal között? Vászlóan közte, és ez viszont borzasztóan nem szereti átvezetni azt a tudat, ami az egyik oldalán van. Ennek következtében megfoghatod békésen a másik oldalt viszonylag sokáig. Na szóval, fizika és a modellalkotás. Ezek vagytok ti. Ezek a fiúk, mert a lányoknak nagyobb tölcsért kéne, és nem fér bele a csomagokba. De! Fiúk! Jelöltsödünk jól! Lenyeljük! Jó, nézzük, meddig fáj! Amit belekerül, az belekerül a gyomorunkba. Fáj, fáj! Magyarán tartsz
hogyha leküldünk valamit, az valószínűleg jó alaposan össze fog menni, az itt is igaz. Ennél a lupinál is igaz, de ütöttem össze a zsugorodat. Sőt, várok egy kicsit és erősen gondolok rá, nem csak az fog történni, hogy a drágon. Jerry erővel, igen. Lassacskán lebegésre lehet bírni. Ugye nem az kellett hozzá, hanem a fizikai játék. De és, hogy az egy dolog, hogy megváltoztathatjuk az anyagok méretét, de természetesen ekközben a tulajdonsága is megváltoznak. Tehát ez a Helium-os tufi normál körülmények közt, tehát itt a szobában, ilyen hőmérsékleten és nyomáson, könnyebb, mint a levegő, így szoktuk megismerni, és így szoktuk jellemezni. De ezek a tulajdonságok egy kis igyekvéssel megváltoztathatók. És például a héliumot is ugyanúgy lehet cseppfolyósítani, mint a vizet gáz halmaz állapotúvá valázsony, és közben a tulajdonságok meg fognak változni. Mennyire veszélyes ránk ez a folyadék? Ugye láttuk már, hogy abszolút nem? Nagyon. Nagyon. Azzal sincsen van. Ha belenyúltok, azt mondtam, még van egy kevés, mit fogtok tapasztalni? A hideg. Ha valaki nyúljon bele egy kösörkát, az hideg. Más nem éreztek? De nem érzem. Fogad, pezsik, nagyszer. Tehát az történik, hogy azért lehet belenyúlni nagyon rövid időre és tovább nem, mert hűtés hatására, illetve hát az hideg, a kezünk meg meleg, elég sok gáz képződik, viszont ezt a hőmérséklet különbség hagyja. Na most, a hőmérséklet különbség egy idő után el fog tűnni, hiszen a bőrünkre fog hűlni. Na, akkor vagyunk bajban, amikor ez a hőmérséklet kezd kiegyenlítődni, akkor már nem fog elég gáz képződni, és a nitrogén hozzáér a bőrünkhöz, és borzasztó gyorsan égési sérüléseket tud okozni. Ezt elkerülendő eltüntetem a nitrogént, amit hoztam. Ehhez pedig borzasztó egyszerű kísérlet fog következni. Elforraltam egy kevés teavizet. Na most a teavizem milyen volt? Az imént készült el, 100 fokos. Nagyszerű, ez a nitrogén pedig majdnem mínusz 200 fok. Tehát közte azért az a 300 fok hőmérséklet különbség, földi léptékkel nézve azért az elég nagynak minősül. Be kell valljam, ez egy kicsit ilyen hatásvadász kísérlet, de megérdemlitek, hogy ha ennyi időt ránk szántatok, akkor ezt megnézzük. Na most, mivel vagy abban, hogy ebben forró víz van, ezért én minél magasabbra igyekszem állni, és határozott mozdulattal a kettőt összekeverem. Na, hát nagy mennyiségben mit tudtam gyártani, mi ez a fehér valami, ami eddig nem készült. Beszéljünk róla, a hangja az egy kicsit kicsi volt, de szerintem ez a fehér szőnyeg, aki nem látta, annak kedvéért fölemelem. Mi ez a fehér valami? Pár, nagy, ez hogy hívják azt a nagy közelében ezt a pár, ezt amit látunk? Talaj közelében köpnek hívják, nagy magasságban párán, termőnek. Ez azt jelenti, hogy a levelő páratartalom ki tud csapódni, hogyha kellőképpen hideg környezetbe kerül. Hát ez történt itt is, ugye a mínusz 200 fokos nitrogén. Kellőképpen hidegnek nevezhetjük. Egy kicsapódott a körülötte lévő páratartalom a levegőből, és azt láthatjuk. Felhőt formájában hőnkölyögni ki a dobozból. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, én ennyit szerettem.